meg. Ja, de várj, akkor a kacival is vagyok, ha veled vagyok. Ha-ha! Igaz, akkor inkább ne legyél velem, mert én is gyűlök a kacival lenni. Jó, jó. Jó, ennyit játszok ki. Köszönöm. És ha meg is velem vagy? Igen. Ez az! Üdvözlünk mindenkit, én vagyok! Én pedig Kati! És ez itt a Móka kockákkal a legújabb adása. Itt van velünk újfent csak Csecse Attila. Sziasztok! Megállsz, hogy az egyik az mint a másik. Mindegy. És Viki. Nem baj. Sziasztok! Majd, de most nem vagy tehát. Most nem olyan még hangsúlyan rá, mondtad, hanem. Hogy... És itt ő Viki. Ilyen sose volt. Hanem... Ja, csak abban, mint az előzőleg vettünk fel. Ugye egy órával... Elhúzod, az hogy kivágjuk? Volt. Azt majd kivágjuk. Mézes-mázos kedves leszek akkor majd. De teljesen mindegy, hogy kedves vagyok-e. Nem mindegy. Ez nem nekem, egy nekem Isten nem fogad mindegy. Isten. Na, nem minden róla, én kiosztom, hogy ki micsoda. Rendben. Mit játszunk? Közben elmondjuk azt, hogy egy régi ismerős van a csatornán, ugyanis a Bengel fogunk játszani. Kesemben. Ennél egy kellemesebb ismerős van a csatornán. Bengezni fogunk, ráadásul a Dodge City nevű kiegészítővel. Ugye a Bengnek az aranyláz kiegészítőt már láthattátok, de arra gondoltunk, hogy a Dodge Citybe is érdemes belenézni. Yes! Sheriff helyettes! A Bengben nyilván titkosak a szerepek, de most el fogjuk árulni, hogy ki kicsoda ebben a játékban. Ha inkább ti magatok szeretnétek kisakkozni a játék alatt, hogy ki kivel van, akkor egyszerűen némítsátok le a videót, amíg a spoiler jelzés a képernyőn van. Mehet? Attila a sheriff, de ezzel nem árultam el nagy titkot. Dave és én vagyunk a banditák, Victoria pedig a renegát, aki a két csapat közt lavírozik majd. Így talán kicsit érthetőbb lesz, hogy ki mit miért csinált a játék során. Az nincs sem a játékban. Viszont aki a sheriff, az felcsaphatja. Ha akarja, hogy muszáj. Nem, muszáj. De ebből már levágszuk. Ja, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy ő a sheriff. Igen, mindenki tudja, hogy ő a sheriff. Szóval, segítek, ott ülnek a banditák, és én vagyok a barátod. Aki majd a végén akar csak téged megvenni. De addig, barátod, addig muszáj velem összefogni. Biztos, hogy az... Ne dőlj be a mind game-eknek. Jó? Ne dőlj be a mind game-eknek. Te mindenkit megölöd, mindenkit meg kell. Mindenkit meg kell ölnöd, uh-huh. De nem szabad megölnöd a renegátot elsőnek, mert uh-huh. A renegát... Az én, barát. Az barát vagyok. Te vagy a renegát? Aha, oké, okay, ki nem a renegát, oké. Okay. Mindenki, húzzatok kettőt, ez az a karakteretek. Két karakterünk. És választasz. Egy, de majd választ. Nekem dobjál át kettőt. Ó, de édes vagy. Köszönöm! Nekem is húzzál kettőt, hogy ne fogják rám? Ne azt a kettőt, nem. Akkor már ezt a kettőt. Nem, kicsit, már minden, a szélre tolni az már az a kettő. Majd nekem ez a két lap nem tetszik, amivel. Nem. A sheriff vagy, úgyhogy te kapsz plusz egy extra életet. Úgyhogy így akár egy három életest is lehet, hogy megéri. Miért a f***at húzom? És akkor ezt most így mutatni kell mindenkinek a karakteremet? A karaktered az, az teljesen... Dobok. Ne dobd el. Tarts meg. Miért? Mert ezt használod majd életjelzésre. Oh. Nem húzhatok két ujjal? Nem. Én is akarom. Az alapjátékból nem. Kaptam, nem a kiegből, és abból is két. Nem keverted össze jól, így jártál. Te húztál nekem. Te vagy a bandita, a banditának nem jár jó. De az, hogy nekem miért nem jár jó, én kihúztam azt, ami tök jó, hogy a mások által kijátszott károlapok nem hatnak rá, de ennek csak három élete van. De az ez van. De hát azzal bedarálnak egy de... kör alatt. Ne hisztériázzatok, válasszatok! Egy csomó Beng káró. Én még nem játszottam úgy Benget, hogy ne ez lett volna az elején. Jaj, ezt húztam! De az sem rossz, hogy a köre során eldobhat a kezéből két lapot, hogy egy Bengként játssza ki őket. De nem, én rámegyek az apacskidre, és... Lópé. Három az élettel... Apacskidő egy indián, és az a képesség, hogy erre nem hatnak a káró lapok. Igen. És ez mi? Az ugye minden lap megfeleltethető valamilyen francia kártyás lapnak, ott és ne, rá a káró lapok nem hatnak. Ja, és az azért úristen. Fontos, mert például a játékban az összes akkor indiánok, az összes indiánok az káró. Ja, és mert ő is indián, rá aztán. Nem hatnak az indiánokkal nem lehet sebezni, meg a bengekből és csomót ő kivéd, meg ilyenek. A... Szóval, ja.
Hát oké. Te napod ez mit tud? Én vagyok Kit Carson, aki azt tudja, hogy egyrészt 4 életem van, másrészt amikor lapot húzok, akkor megnézem a pakliból a felső 3-at, és választok egyet, és azt húzom. Aha. Te ez ki vagy? Szitkecsem. És ha eldob 2 lapot, akkor visszanyek 1 életpontot. Ami gondolom jó, mert akkor mindig tudom jól. Az nagyon jó. Mi volt a másik? Igen. Mert hátra tudunk segíteni. Az annyira nem tetszik. Rose Dolan. Egyel közelből látja a többi játékost. Most ez semmi. Az most téged is. Az, hogy engem tudnál már lőni azonnal. Ennyi. Igen. Meg hogyha valakinek, hogyha a szomszédjaidnak van egy Mustangja, akkor az nem hat. Aha. Tehát, hogy azokat tudod lőni. Még egyszer, mit tud a mostanit? Gyógyít. Gyógyítok, hogy eldobom 2 lapomat. Szóval inkább azt fogom. Azt szerintem jó. Hát ez jó. A Rose az például, ha többen játszanak, akkor kicsit felértékelődne. Mm-hmm. De így annyira nem. Ne, így se rossz. Jelöld így, hogy hány életed van. Jó. Ja, nagyon fontos, hogy engem védjél meg, mert... Nem a renegát, én vagyok a renegát. Nem, mert én vagyok a renegát. Kezdjük annyira király lenne. Hányszor mondtam már, hogy a következő asztal olyan legyen, hogy üveg legyen, és alulról is legyen. És alulról lehet látni. De mondjuk az egyébként... Hát de úgyis ki lesz írva a szerepek, nem? Ki lesz? Ez csak így, dehogy lesz, az az extra lapod, mert neked 5 életed van most. Ja, tényleg. Mert serifként van egy extra. Wow, so special. Ja, és nekem csak 3 van. Nekem csak 3 lapom lehet. Nagyon. Most még megnézem, miket tudnak a lapjai. Nézzük, miket tudnak a lapjai. Ugye a Dodge City kiegészítő különlegesség, hogy vannak ilyen zöld lapok, amik a kékik és barnák keverékei gyakorlatilag. Hogy ki kell őket először játszani, várni kell egy kört, amik feltöltődnek, és utána el lehet őket dobni, és akkor aktiválódnak. Bedony! Ez nincsen benne, csak ha ide rakom. Ez nincsen benne, csak ha ide rakjuk. És akkor legyen az, hogy ez a játéktér, tehát hogy ide kell majd pakolni. Még egyszer mi lemaradtam, a lapjaimat néztem. Ne érdekeljen semmi, az a lényeg, hogy mi barátok vagyunk. Igen, igen. Ez a játéktér, ahova a lapokat rakjuk. Manipulálni fogsz? Aha. Igen. Semmilyen manipuláció nincsen, én most már az igen, első meg. Körömben meg fogom ölni az egyik bandit. Húzol 2-t. Igen, ami fontos, hogy ha megölöd a banditát, akkor kapsz 3 lapot, ilyen vérdíjként. Ó, az elég jó. Oké, akkor ez... Kelleg? Uh-huh. Ja. Akkor is, ha egyébként banditát. Ó, ez elég jó, Béla. Ugye ez micsoda? Ez most... Van olyan lap, hogy másra rakhatok lapot? Olyan igen. De csak magadra? Van olyan elmélet. Azt magadra rakod, az ugye zöld, azt ugye ki kell játszolod magad elé, és ugye ezt kirakod, így elfordítva, és most... És ezt most utána nem kell mutatnom, hogy ez de, aha, de. Akkor csak van ez. Én nem akartam mutatni a saját magam. Amúgy bocsánat, én fogok. Semmi gond. És ezt ezt ide rakod. Én nem. Elfordítva. Ez azt, hogy rám nem lehetnek egy társa, vagy én azt tudja, hogy te lősz vele egy távos. Igen. Ez egy bang, ami közelre lő, ja, mert ugye csak egy ilyen kis pisztoly. Ja, ja, és én. Amellett, hogy rálősz vele valakire, még húzol is tőle egy lapot. Ja, azt látom, oké. Okay. Úgyhogy az egy elég OP bang. Akkor tőle meg... húzod a lapot? Nem az ezért? Tőle. Nem. A ezért. A pakliból húzom. Igen. Jó, és akkor... És ugye most még inaktív, és majd ha elfordítod, akkor lesz. És most muszáj egy lapot kiátszom, hogy eldobnom. Igen. Mármint, hogy... Nagyon kedves, hogy segítesz az embertársainak. Ezt köszönöm mondani. Szépen. Kost... Rábengelt, Viktoriára. Jó, oké, akkor meglövöm a Vikit, bocsi. Ja, és ide dobom? Ide dobom, középre. És én most csak hát, olyan tudok adni, hogy nem talált, vagy elvesztek egyet. Hát ez fantasztik. Kösz. Én vagyok renegát egyébként. Te vagyok. Én vagyok. És én akkor most kékeket lerakhatok, és azok örök érvényűek. Hát amíg el nem dobatja valaki, húzzál először is 2-t. Igen. Na, nagyon jó. Izgalmas, mi? Ah, eléggé. Jó, rögtön serifként kezdeni, és hogy mindenki mindgame-el. De ne aggódj, mert nem bízhatsz. Aha. Akkor én lerakok egyrészt egy Mustangot, hogy messzebb kerüljek. Láttam a Sirius-os videót, hogy őt is hogyan próbáltad végig. Bocsánat. És őt lehet is. És lerakok egy hordót is. Mennyire OP? Ami azt jelenti, hogy ugye... Bocsánat, a lovon ülve bebújsz egy hordó meg? Igen. Nem látod? Jó nagy hordó az! A klubban volt ilyen. Ez nekem így nem. Nem. Igen, és ez mit jelent? Az, hogy nem lehet szívesekkel meglőni? Nem, hanem hogy amikor minden rálősz... Minden körben, amikor rálő valaki, akkor ő felcsapja a paknak a felső lapját. Ha az kör,
akkor nem talál. Ja, aha. De... Nem kör, kőr. Azt mondtam. Hosszú szív. Kőr. Azt mondom, hogy kőr. Igen. Nem azt mondom. Szívecskés! Jó, szívecskés. Jó van. Na, hányan. És akkor én most egy megütöm. Igen. Miért engem? Paf! Azért, mert én vagyok a rendekát. Jobban! És ez is olyan, mint egy bang. Például. Igen, az is olyan, mint egy bang, egyre sem. Csak nem bang. Te vagy a renegát, azt mondod. Igen. Különben miért téged ütnélek, mert nem ő? Egyértelmű hazugság. Egyértelmű hazugság. Ugye? Jó, én jövök, húzok kettőt. És ugye a renegátnak azért van nehéz dolga, egyébként nyilván neki kell maradni a utolsónak. Igen. És most ő ugye próbálja az 1v2 szituációt így kiegyenlíteni, hogy a banditákat öli, de ha a renegát a banditákkal van elfoglalva, és hagyja, hogy megerősödjön a sheriff, akkor nyilván a végén az 1v1-es párbajt azt elvesztünk. Én kihívtam egy párbajra a Victoriát, és ilyenkor bengeket rakunk. Tudod, azokat a lapokat, amikből egy sincs a kezedben. Igen, tudom. Úgyhogy akkor húzzál le egy életet. És aztán utána rád is lövök még egyet. Nem, egyrészt nem tud. Jaj, nem, mert távolabb vagyok egyet. Ó, távolabb vagy. És akkor ilyenkor a párbajt. Egyrészt Mustangod van, másrészt meg amúgy a csapattá van. És ilyenkor nem veszíti azt a lapot, hogy kijátszottál? Ja, hogy a motorra fel kell csapnom. Nem. Igen. Hát ez ilyen szabály a várom, hogyha most legyünk megengedni. Én lerakom még ezt a kulacsot, illetve egy... De nem hiszem. Akkor egyet több életed van? Aha. Hát még nincs. Jaj, de hülye vagyok, és de a képességemet A kulacsal egy gyógyulítód. Következő alkalom. Jaj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 
iszok egy sört. Három lapom van, és a két életem, hogy ha kijátszok egy lapot, akkor már húzok még két lapot, hogy többet kell eldobni. Jó, lerakok egy vaslemezt, meg lerakok jó, még egy vaslemezt. László már ki fog nyerni. Azok ilyen nem találtak, ilyen később aktiválódó. Nagyon vigyázz magadra. És oké, Benget! Na, te vigyázzál magadra, haver. De kire nyomod Benget? Senki csak eldobtam. Nem játszhatok ki többet. Az az, hogy hát kacira rálőhetnék. Nem akarsz. Na, én kirakok egy Remington-t, gyerekek. Ó. Oh. Mindegy, annyi, hogy engem is elér. Most már téged is elérnek. Ja, mert pont háromra vagyok. Nagyon-nagyon izgalmas. Tudod ki a Renegát? Igen, aki ki. Komolyan megetetett? Igen. Akkor én rád növök egy optival. Oké. Oké. Akkor én jövök? Én vagyok a Renegát valójában. Hát most ugye sebződsz, ha nem tudod valamivel kivédeni. Nem talált, vagy bármi olyan, ami majd... Ha nincs olyan. Akkor sebződsz. Akkor egyet sebződsz és négy éve. Szóval csak, hogy én vagyok a Renegát, tehát még mindig ellenük vagyok vele, de majd a végén... Nem akarom, hogy nagyon erős legyen. Aha, igen. Szóval megtanítottad, hol a helyen érteni. Egyelőre ő kettőjük, és aztán majd utána lejátszunk egy az egybe. De én viszont segítek neked. Oké, akkor én jövök? Igen. Igen. Húzok kettőt. Jó, de azt ugye tudod, hogy Viki hazudik. Tehát, hogy ez legyen, legyen egy olyan értelme, jól tudok Viki... hazudni. Nagyon jó, jól tudsz hazudni. Lesz, akkor ugye többiek egyről messzebbről látnak. Igen. Hát... Akkor lerakom ezt. Vagy ez is aktiválódott. Ja, ha még valaki megmehet. Akár azzal is megmehetsz valakit. De csak egy távolságra. Igen. Akkor téged nyilvánvalóan. Nem muszáj kijátszani. De kijátszottam. Kár. Nem talál. Jó, és húzol is egy lapot rögtön. Ja, tényleg igen. Jaj! Lerakom ezt, hogy most már dévet is tudom lőni. Akkor, szívesen. Meg akkor húzok két lapot. Hát ez remek. Az a jó, amikor a sheriff a legbífesebb, és ugye nyilván a Renegátnak is szinten kell téged majd tartania, úgyhogy lehet, hogy beléd kell lőnöm egyet. Aha. És, de hát már belelőtt. Amikor lehet, lehet kijátszani, hogy kettő olyan messzebbről látósod, és akkor még egy olyan. Két egyforma lap nem lehet. De nem ugyanolyan.
de olyan, úgy lehet. Akkor most már kettőről láttok. Te meg háromról? Én háromról látlak. Igen. Mert hogy felültél egy lóra, és bebújtál valami mögé. Egy nagy kő mögé. Igen, de még mindig nem nézel ki annyira nevetségesen, mint Viki, aki egy hordóban az ölében ül egy lóban. Hát így bele van bújva a hordóban, hogy kidugta a két kezét oldalt. Jó, és akkor eldobok két lapot, ezt a börtönöset, mert engem úgy sem börtönbe. De te börtönbe zárhatsz bárkit. De ez csak akkor... Tomasz, hogy én vagyok börtönben. Nem. Ezzel zársz börtönbe valakit. Bárkire. Ja. Te és most börtönbe zárhatsz valakit. Játsz akkor a dévet, nyilvánvalóan. De miért? Jó, de azt tudod, hogy én veled vagyok. Szép, értette ezt a játékot. Túltolod, az a baj. És... azt mondta, nyilvánvalóan. Akkor várjál. Ez mit csinál? Ez így nagyon nehéz lesz ez a játék. Viki, adsz egy lapot? Vikitől nem tudsz, mert... Már messze vagyok. Akkor tőled. Ilyet pofázok. Jó, ezt. Aha, és akkor ezt lerakom egy sör. És jó, egyel, aha. Remek. És akkor végeztem. Igen. Szerintem. A sörrel ugye tudsz gyógyulni, és a sörnek az is a különleges képessége, hogyha már leesni a nulla életre, de még van egy sör, akkor kijátszhatod. És de csak így a körön belül, vagy nem, ugye akkor is ugye akkor ugye a körödön kívül vagy. Ja, kívül. Akkor is. Aha, tehát ilyen meghalnál, de beleesen a sörös hordóba, és oké, rendben, oké. Akkor az a jó, hogy ez ilyen jó value-kat tanít ez a játék a vele játszó gyerekeknek. Akkor a Viki-en. Akkor én most használom a képességem, mert az előző körben elfelejtettem, és hármat húzok, és kiválasztom, hogy azok közül melyik kettőt szeretném. Jaj. Hát nem sok választási lehetőségem, úgyhogy ezt a kettőt szeretném. És akkor egyrészt... Ja, meg a sörrel rá tudsz gyógyítani másra is. Egyrészt megiszok egy sört, és akkor megint három életem van, és akkor három lapot szerintem lehet. Nem tudsz. Nem, elméletileg... Nem, mert pont azért van úgy megfogalmazva például a viszki lap, hogy azzal mást is meg lehet. Igen? Igen. Mert akkor itt leszem egy ilyen kalap, egy ilyen ja, csak eddig, kalapos. Eddig mindig úgy játszottuk, hogy rá tudsz gyógyítani. Eddig rosszul játszott. Igen. Tártak. Jó van, na! Csináltál mást? Hát én akkor elindítanék egy ilyet. Egy dinamikus. Jó, ragd le, és húzzál. Ezt magát hozzá. Magad elé rakod. Ja, és aztán magadra. Húzol rá. Nem, majd a következő körben. Ja, a következő igen. körben. És ugye az ú, hogy a körrel ellentétesen megy. Tehát, hogy az a sheriffre fog menni. Ah, sok életed van. Sok életem van. Belefelje. Nem fáj neki. Jó, én húzok. A börtönre csapjál. Igen, kör, úgyhogy... Kör. Most sikerül, meg is szavarom. Csak én egy értelmes városban nőttem fel, nem a fekete Afrika kellős közepén, úgyhogy nekem nem kell őzni ahhoz, hogy érzékeltessem azt, hogy valami egy hosszú betű. Akkor nem mondta, hogy kör. A szívecske. Sajnos szájba kell, hogy lőjjelek, Kaci, mert idegesítő vagy. Jó, én felhasználom a kulacsot, hogy három alap... sem a kezembe, és nem tudok rálőni sajnos. Hát, de szomorú ez. Akkor rálőd Kacira. Ennyi? Én húzok kettőt. És még egy kérdésem lehet. Kérdez. Hogyha mondjuk két életem lenne, akkor csak két lap lehet a kezembe? Igen. Oké. Sajnos ez most nem. Hé, te kamusztál velem. Rádjúlok egyet. Rám. Megint? Aha. Figyelj, a dinamitra az van írva, hogy add tovább a dinamitot a tőled balra ülőnek. Mert a kör meg jobbra tehát, kéne. Tehát, hogy a körnek jobbra kéne mennie, de a dinamit az mindig ellentétes irányba megy a körrel. Igen. Ja. Ez tényleg így van. És passzolok. Három lábam van. Jó. Négy lába van, négy kecske van. Jó. Jaj, ez az apacskid! Ipi apacs. Ja, most nálam van, de én még nem. Még nem. Majd Viktóriára, ha nem robban rá, akkor meg fogok. Hány életed van? Három. Jó, hát akkor... Ja, várjunk, nem. De ha én meghalok... Húzok tőled egy lapot. Jó.
Légy vele boldog. Jó, hát akkor meglőlek, Kaci. Nem talált. Okay. Nem talált? Akkor... Nem olyan könnyű belelőni ebbe az András gyerekben. Jó, akkor... Hát bocsi, Viki, kijátszom ezt a lapot, ezt a indiánokat. És akkor mindenki sebződik, hogyha... De Bengál kivétel. Mindenki Bengál ki tudja védeni. Bengál, nem volt a kezemben, baszkarják. Victoria sérül egyet. Dávid ez ugye nem volt meg káron. Én lelövöm. Ezt nagyon jól csináltad. Ja, várj, én nem húzhatom. Arra nem. Nem. Jó. A Gatlingre húzhatnál. Jó. Oké, okay. Viki jön. Akkor én most húzok hármat, és eldöntöm, hogy melyik kettőt szeretném. És én ezt a kettőt szeretném. És az egyik, az egy sör. Felhúzogatja a söröket, nem lesz így könnyű megölni. És főleg, ha te is ellenem dolgozol. És... Hát nyomok egy kocsmát. Juhú! Azt jelenti, hogy mindenki egyet, én meg kettőt, nem. Ugye? Nem, mindenki egyet. Mindenki egyet. És akkor mi az ott alatta? Az azt, a felső az azt tudja, hogy gyógyít egyet az összes többi játékoson. Igen. És gyógyít egyet rajtad. És a második azt tudja, hogy gyógyít egyet rajtad. Ja, hát akkor csak rajtam. De mind a kettő. Nem, most mind a kettő aktiválódik, csak az első lépésben rajtad kívül mindenkin, a második lépésben meg rajtad. Szóval mindenki gyógyul egyet. Ó, értem. Szóval akkor mindenki gyógyul egyet, értem. Jó, oké. Okay. Jó, rendben. És akkor most ugye jön a dinamit. Hát az a kör elején jött volna, de csináljuk most. Húzok egy lapot. Igen. De ezt nem fogja most már megtartani, nem? Hogy ezzel most mi? Rád is. Rá is robban! Baszki! Basztikus. Jó volt, Viki, jó volt! Szép munka! Akkor minden. De még jó, hogy elnyomtad a kocsmát, mert belehaltál volna. Igen. És hogyha valaki megfelel, akkor se tudjuk meg a szerepét, ugye? De, akkor felfedjük. Akkor felfedjük. Jó, én húzok kettőt. Na hát akkor hozzád már nem fog egyébként a dinamit, mert Vikire rárobban. Na, én leteszek egy távcsövet, illetve egy bölényvadász puskát. Na már, és ez mi? Wow. Az valójában csak egy bag. De csak a kacit tudom. De bárkire, bárkire. Ott nem számít a, igen. A távolság. Bárkire rá tudok majd lőni. Értem, szerintem a következő körben három ilyen... Ez egy bölényvadász puska, úgyhogy... Ja. És a társadalom egyen látod. Egyen közelem. Egyen közelem látom, úgyhogy én például... Hát őt már nagyon látod. Egyen. Látom Vikit. Lát, engem lelősz. Aha. Csapattál valami a dolgokat. Még csapatsz, én megengedem. De nem. Hát ha neked azt megengedtük, hogy bedobta egy lapot, utána visszahúztuk. Ja. Látod? Ez a Tamás bátyázás, ez a folyamatos Tamás jó, bátyázás. Jó, mostantól mindenkivel szigorúak vagyunk. Aki gyökér, az gyökér és meghal. Jó. Én jövök, Dávid. Igen. Nincs túl sok lapod? Kettő lapom van és három életem. De thanks for asking. Kirakok egy kést. És ez mi? Meglősz valaki? Az a egyre tudok sebezni, de majd ugye csak a következő körtől, és ennyi. Uh-huh. Ez egy ilyen csilles kör. Aha. Csilles kör! Megkezdtem, biztos vagyok benne, hogy csilles kör. Jó, akkor... Jaj, ezek te vagy akkor a renegált? Uh-huh. Te vagy a renegált? Igen, vagy és most már ők is tudják, hogy én vagyok. Jó, akkor a D-vel dob egy lapot. Én sajnálom, de azzal a káróval tőlem nem dobatsz el semmit. Akkor jó, akkor most már szívtam? Igen. Hol is? Akkor lerakom. Én megengedem, hogy visszavedd, ha Vikitől dobatsz el. Jó, nyilván nem. Akkor fordíts fel annyi lapot, ahány játékos játszik, mindenki választ egyet. De én választok először. Te választasz először, és aztán megy négy. Körbe a kör. Tehát én merre. Választok másodszor. Te választasz másodszor, igen. Két nem talált, egy indiánok, meg egy sör. Akkor legyen a sör. Akkor Viki meghalt.
Ez is jó. Még mindig én jövök, ugye? Aha. Még mindig te jössz. Hány napod van? A sheriffnek végtelenség tart a között. Öt! Jó, akkor meglövöm a Dave-et. Miért? Csak úgy. Szórakozásban. Nem talált. Várjál, bocsánat. Nem talált. Ja, mert tele van vaslappal a... De ő visszaveheti azt a lapját, de én nem. Igazad van, teljesen. Ezt már szeretem. Teljesen igazad van, Attila, ne haragudj. Nem baj, bocsánat. Oké, okay, végeztem. Hajjjjj, kettőt választasz. Igen, tudom. És leraktál valamit? Nem, ugye? És ugye... De... Biztos van, hogy és akkor én most... Mi is vagy? De legalábbis csak egy lap lehet? Nem, négy. De... Nem azt mondtátok, hogy annyi lap lehet nálunk, annyi életünk? Igen, max élet. Nem. Nem. A jelenlegi. Tehát nekem egy lapom... Igen. Igen. Jaj, a rohadt élet. Azért mondom. Köröd végén egy lap maradt. Szerinted én miért szorozok 2-3 nappal mindig? Jó, akkor dobjál is el egyet. Nagy kérdés. Te egy, nem, te kettőre vagy tőlem. Nem. Én egyre vagyok tőled. Egyre vagy tőlem? Aha. Akkor rád lövök egyet. Azzal a Káróval nem. Egyszer rád lövök egyet! Nem talál. Látod, jó az a facskén. Jó, jó ez az a facskén. Adja! Nem hittem volna, hogy ennyire jó az a facskén. Nagyon jó. Én jövök. Én húzom kettőt. Lerakok egy hordót, a pánikkal elhúzom ezt a lapodat. De most, amíg kiveszítek, akkor én is és aztán jön... Hordó! Ja, az és aztán jönnek az indiánok. De az a bang milyen jó lett volna az indiánok ellen. Ja, amit rám raktál. Akkor most Viki elvesztett a játékot. Hát Viki most meghal. Meghal. Hát de most, de ő volt a renegált. Hát. Most meg kell mutatnod. Akkor vesztettem, nem? Hát nem? Nem, mert csak most ketten vagyunk ellened. Ja, az ő, akkor alapból vesztek. Ja. Nem, nem. Hú, nekem nem megy. Nekem nagyon nem megy. Ha nem voltál hasznos renegált. Ha se haltál volna meg, akkor Viki vesztett volna alapból. Ja, igen. 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 De így is. De én nagyon szeretlek. Jó, okay. Übermén vagyok ebben. De Aj, miért mondom? De majd a következőben jobb leszek. Játsz meg egy kör? Vagy milyen következőben? Hány óra van? Milyen gyorsan használ? Hát előbb befejezzük, nem? Úgyhogy egy fél óra, és akkor menned kell. Igen, igen, igen. Életileg. Attól függ, mikor fejezzetek be? Ennyi. Jó, oké, kacián. Attól függ, milyen gyorsan használ? Kettőt. Hát, hogy milyen gyorsan halunk meg mi? Te 3 HP-n vagy? És 3 HP-d lehet? Aha. Most ebben az esetben én kijátszok egy szatócsboltot, ez feltöltődött. Ez mi? Hogy is fel annyi lapot állj? Választ egyet. Aha, én választok utoljára. Én kiveszem... Igen. Igen. A... Hát mit vegyek ki ebből? Kiveszem a... Nem találtat. Jó. Én... kiveszem a... Az a sört. Nyilván van. És fel kell ezt mondani. Fasza. Amíg fúrná, azt kellett volna. Na mindegy. Farancsolj. Hogy nem. Na mindegy. Már mindegy. Mindegy. Nem. És... Nem fogom! A patvonalról ne magyarázzál, haver! Ne! Rájabb engemek egyet a sheriff úrra. Igen, már nem találtam. Remélem nincs. Nem tudsz, hát, mert én nézzél, hogy várjál látsz. Remingtonnal látsz. Egy, kettő, ja jó, oké. Akkor mit kecsemle így? Uh-huh. Oké, akkor én jövök? És passzolok, igen. Ja. Le is húzol a kettőt. Ha? Akkor nehéz kérdés. Eldobom ezt a kettőt, és akkor egy-egy gyógyulok. Igen. Ó, bazd meg, tényleg a végtelenségig fog tartani. Akkor lerakom a dinamitot. Nem érnem. Bátor. És akkor... Hát ez engem instakillel, úgyhogy valahol jó. És akkor meglövöm a névet. Jaj, de kár érte! Attila, jaj, de kár érte! Ez a káró dolog! Az, hogy hány... Rengeteg lapot! Rengeteg lapot! Jó, oké. Dave, jó.
Én jövök? Mert nem akarsz már csinálni? Nem. Ja, akkor húzok kettőt. A... És azt szeretném... Én karakteremnek még egyszer sem használtam a képességét. Azt szeretném, hogy dobd el a mustángodat. Mustángot? Akkor mit raktál? Egy catbelőt. Hogyha húz, ha húz, akkor felfordít két lapot, és abból választ egyet. De ez nem amikor a kör elején húz, hanem amikor ilyen felcsap lapokat, tehát amikor hordóra kell csapni, dinamitra kell csapni, börtönre kell csapni. Illetve a bölényvadász puskádval rád lőnék egyet. Ja. És aztán még egy bengel is. De ezzel nem? Vagy a hányra ölsz? Én kettőre. És három. Nem, mert eldobattam vele. Egy? Ja, jó, oké. A fő nem, a hullát azt átléptem. Oké. Az még egy HP. Ja, lehúzta. Akkor én jövök? Te. Ho-ho! Kaci, nem belekéseltél az előbb azzal a Nem, mert az csak egyre hat. Ja. Az mi? Az egy sombrero? Az egy az majd nem találat lesz. Ja. Dávid, te 3 HP-n vagy? Igen. Most ebben az esetben passz. Oké. Okay. Ugye tudod, hogy nincs esélye, csak nagyon sokáig fog tartani. Nem baj. Ez nem így dinamit. Dinamitra húzol először, úgyhogy rak vissza. Akkor ezt kell ritkál, amit nem láttam, hogy mi volt. Csak fel a felső. És néznek, hogy mi az. Pick Bubi. Jó. Akkor az tovább megy. Ide hozzá. És akkor hozzatok még egyet? És akkor most... Vagy most húzzak még kell? Azt dobd el. És akkor most húzzák kettőt. Oké. És akkor most van a köröd. Jó. Fú. Én engem az instant öl. Majd én kidodzsolom. Jó, hát akkor meglövöm a kacit. Please no. Oké, akkor végeztem. Már én nem, még egy lapot kell használnom, akkor egy sör, és akkor 4 élet. Jó. Soha nem fog meghalni. Mégis jó ez a lap, amit húztam, vagy nem csináltam. Jó. Én lerakok egy szatócsboltot, felcsapok 3 lapot. Emporio, ez így van. Emporio. És akkor én kiveszem az indiánokat, valaki kiveheti a benget, és akkor egy nem talált, az pedig ott maradhat nálad. Az indiánokra és nem hat, hanem. Jönnek az indiánok első körben. És sebződök egyet. Én is. Jó. Illetve akkor egy jó benget is még azért ráderesztelni. Jó, hát akkor ezt kitérre. Igen, de azért ezt el kellett dobatni. Ez kaci. Na most az van, hogy... Most fel kell csapnod. Hogy sebződtem egyet az indiánokba. Mi lett a dinamikkal? Van csapok most. Ja. Jó. Engem ez insta killel, ez a dinamit. És ráadásul kettőt is húzhattam volna. Most a dinamitra végre. Mert akkor a varázslapon. De nem kellett. Na figyelj, legyen az, hogy kijátszok egy indiánokat. És akkor te nem sebződsz, csak én, ugye? Oké. És aztán... Így is úgyis meghalsz. Kijátszok egy Gatlinget. És ez még tud? Arra, Dávid, te csaphatsz akár a hordóra is, de most már mindegy. Ezt ki lehet térni? Ki lehet térni, jó. Igen. Akkor kitértem. És azzal rögtön húzol is egy lapot. És ezt így egyből ezt ki tudja játszani? Hát az ugye már ez nem volt az első. Te meg a kitéréssel húzol egy lapot. És aztán azt mondom, hogy... Bang. Ja, oké. Isten, alig van életem. Akkor én jövök? Jó, akkor húzok kettőt. Még a dévet meg tudod ölni. Igen. Most... Én sem veszem le eddig! Öld meg! Mert nyírtam ki a csicskát. Lerakom a hordót. Szép. Akkor... gyógyulok egyet. Megnőd egyet. Kettőt is lehet. Mi a... Kettőt is lehet, igen. Akkor... Én nem láttam még sört. Ne a dinamitba halj bele. De inkább belehalok a dinamitban, mert te... Én leszúrlak. Melyen még gondolkodom. És kapok 3 bérdíjat. Jó.
Egyszer jó, volt. Jó, ennyi. Ennyit játszak te ezt. Vagy várjál? Jó, még át? Nem. Tehát, ha te meghalsz, dinamitra csapsz. Ja. Jó. Ha te meghalsz, akkor még mindig nyerhetsz. Igen. Ó, ez egy jó pepper játék. Box, és egy lapot le kell dobni. El kell dobni? Egy jó távcső. Hát csak két életem van. De mi egy lapot el kell dobni? Na, ah, mert csak két életem van nekem. Úgyhogy ja. Csak két lap maradhat a kezemben. És miért busztál? Mert ő jön. Nem került a sor. Ja, jó, igen. Oké. Okay. Már azt hittem, hogy így megyünk. El kell dobnom egy lapot. Nem tudok rácsebezni, hogy eldobok egy nem találtat. És most te csopsz először a dinamitra. Pick 3-ast. Na! Yes! Te miért neki drukkolsz, mert úgyis vesztettél? Ja, nem tudom. Nem baj. Ne, ne, nekem drukkolj. Nem. Nem, már a Dave-nek jó. Így kell csajozni. Jó, én jövök. Láttam, hogy így bemész a Instagram-ra, és így... Te vele vagy? Aha, legyél majd inkább vele. Jó. Jó. Te mennyire vesz? 10-ből 9-szer bejön. Én egyre, úgyhogy azt csinálsz fel, amit akkor... Csak azért, mert ilyen szép vagy. Jó, akkor meglövöm a délest. Úgy megnéztem! Jó, én csapok egyet a hordóra. Ez sajnos kör. De a söröm! Ez nem talál. Haj meg. Haj meg. Ja, de várj, akkor a kacival is vagyok, ha veled vagyok. Ha-ha! Igaz, akkor inkább ne legyél velem, mert én is gyűlök a kacival lenni. Jó, jó. Jó, ennyit játszok ki. Köszi. A sem meg is van, vagy? Igen. Ez az. Okay. A... Évök? Mhm. Uh-huh. Kondrosaim. Azt a fedezéket valahogy... Jó, húznék tőled egy lapot. Nem. De tudsz, mert a tárcső van. Tárcsővel. Nagyon jó. És ha már itt vagyunk, akkor párbajozunk egyet. Jó, és ki kezd? A te! Én nem tudok rakni, akkor sem zöldök. Igen. Akkor párbajozunk még egyet. De jó. És akkor egy bang. És a hordót húzhattál volna. A bengre hord. Most húzhatsz egy hordót a bengre. Az mit kell húzni? Kört. Szívet. És ilyenkor nem használtam. Kört! És ilyenkor nem használtam ki a képességem? A így út közben nem. Akkor meghaltam. Nincs, nem találtam. Nincsen. Yes! Ez nice! De nem tudom, hogy miért izélok veled, amikor te még két életem volt, és te már azt ecsetelted, hogy mennyire jó lesz az a három lap, majd én kinyírlak, érted? Nem is az meg, hogy ó, hogyan fogom megmenteni az életét annak az embernek, akivel... De még rád lőthettem volna egy ilyet. Még ilyet játszhatom, ha van között. Egy gyorsat még nyomjuk, nem? Egy gyorsat még tolhatom. De ezt már nem videóban, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, hamarosan újra találkozunk. Attilát és Vikit mindenképpen nézzétek meg az úgynevezett interweben. Rengeteg jó tartalmat csinálnak mindenféle felületeken. Abból majd randomra egyet berakunk a videó alá. Jó. Yeah! Yeah! A régi Ivi profilotokat. Nagyon jó volt itt lenni, főleg, hogy folyamatosan csalnak. A csatorna felállásokban mindenki. Ki? Főleg a kaci. Mikor? Főleg a kac. Na te hallgass már, hát hány lapot buktam rád a szaros explódi kiközbe? Az anyádnak a... Hányan? Kaci, tőled húznék, azt így kiraktam, hogy mit húzdál el, hogy legyen esélyed túlélni. Na ennyi lett volna az, amikor remekül tetszett, és hogy igen, akkor lájkoljátok, és ennyi, báj. Nem tudok mit hozzátenni. Sziasztok! Kacikának! Sziasztok, kacicák! Ezt már is. Bár nem te vágod, ezt még ne vágd ki! Ezt én fogom vágni. Nagyon ügyesen nézted a videót, szép munka! Hamarosan újra találkozom. Nézzétek csak, csúszszuper partnerek! Ők pedig itt a csodálatos patreonjaink, akik miatt működik ez az egész.